Sziasztok! Szeretnétek látni a sötétben milyen fényében vannak a BMW X-emnek? Megnézhetjük. Igen, látványos lesz. Nem csak kívülről, belülről is. Először is megvilágított vesék, teljesen körbe. Azért az elég menő, és ez menet közben is így van. Szóval, hogyha jön veletek szembe egy ilyen autó, viszonylag könnyű beazonosítani. Hát akkor üljünk be, nézzük meg, hogy mi van még itt belül. Természetesen a üdvözlőfény, kilincsvilágítás. Az üléseken is világít az XM felirat a fejtámlánál. Ó, egy kis üdvözlő videó. Majd beülünk zenével együtt, és az MS fények felül megjelennek, aztán átvált arra a színre, ami be van állítva. Egyből megkapjuk a navigációt magunk elé, hogyha éppen az van beállítva. Ugyanezt a fényt kapjuk vissza, ezt a kéket, ami fent is látható az ajtónál, a kilincs alatt, a szellőző rácsok alatt, és egyébként a hangrendszernek a hangszóró is meg vannak világítva. Ez szerintem az egyik legjobban kinéző feature az autóban, és a lenti is. Aztán jövünk tovább. A kormány gombjai pirosak, a díszvilágítás a kijelző alatt világít. Itt nem lehet úgy teste szabni, mondjuk, mint a Mercedesekben, hogy több színhőmérséklet, vagy több fajta szín egyszerre látszik, mondjuk itt lenne kék, akkor itt piros, ott pedig sárga, nem lehet ezt így állítani. Itt minden, hogyha beállítottunk egy szint, az mindenhol ugyanaz a szín lesz, és ugye ezt köszön vissza a tetőkárpit mentén is végig. Egyébként az a tető megoldás, ez elég durva. Ilyen kis sokszögekből áll az egész. Túl pedig az ülések, és itt is kaptak világítást az ajtóban a hátsó, akik hátul utaznak. Ként a szint azt lehet állítani a menüben, még meg sem néztem, hogy mik vannak egyébként. Igen, belső világítás, hangulat, itt vannak a színek. Na hát van itt minden. Jó sok színből lehet választani. Nem RGB egyébként, nem lehet bármilyen színt beállítani, vannak előre beállított variációk, és akkor így meg is változott. Mondjuk ez pedig, ez nem is tudom, hogy fehér vagy rozé. Mindegy, választunk egy valami erősebbet, ilyen a zöld. Wow, ez nagyon volt. Na, megnézzük meg egyet. Úgy legyen a narancs. És akkor minden ilyen csodálatos narancsszínű. A menüben az égvilágon mindent lehet állítani. Ennek kell gyakorlatilag egy nap, mire az ember rájön, hogy mi micsoda. De egyébként gondolom, hogyha valaki ilyen autót vesz, akkor nem sajnálja rá az időt, hogy ezt mindent megtegye. Az egyik kedvencem volt a Apple CarPlay. Egészen addig volt a kedvencem, amíg működött. Ez körülbelül 3 nap volt az egyhetes teszt alatt. Aztán azt mondta, hogy ő inkább mégse akarja ezeket a funkciókat megmutatni. Hiába van összekötve a telefonnal, ez történik, egy fekete kijelző van napok óta, és úgy nagyjából ennyi. Valamikor bejön a menüje, de nem lehet választani semmit. Szóval ez lenne az Apple CarPlay gomb, és a telefonommal össze van kötve, mert a zenét azt lejátsza, és a telefonról tudom váltani, de semmi egyéb nem működik benne, és egyébként 2 napja már ez a hibaüzenet is folyamatosan világít. Segélyhívó rendszer nem működik, és ezt nem lehet eltüntetni, ami azért zavaró, mert hogyha kiválasztjuk itt a kormány mögötti fedélzeti kompjúteren azt, hogy a menet adatokat akarjuk látni, vagyis ugye fogyasztási adatokat. Mindjárt van itt minden. G-erőmérő, teljesítmény kijelző,
Igen, hőfokok, olajszint, olajhőfok, vezetési stílus beállításai, akkor a GPS, a navigáció. Na, itt lenne az. Igen. Itt lenne, hogy itt tudnánk megnézni, hogy mennyit fogyaszt az autó, és jelenleg csak azt tudjuk megnézni, hogy áramból mennyit fogyaszt. És ez egy plug-in hibrid, 80 km-t lehet vele menni elektromosan. És ez a segélyhívó rendszer nem működik, üzenet szépen kitakarja nekünk azt, hogy mennyi a benzinből az átlagfogyasztásunk, vagy éppen a pillanatnyi fogyasztásunk. Ami nem is mindig jó, hogyha látszik egyébként, nem baj ez, hogyha kitakarja, mert 90-nel mentem országúton, 1200-as fordulaton volt a V8-as 4,4 literes motor, és 15 litert mutatott a pillanatnyi fogyasztás mérő, szóval ez nem egy takarékos autó. Az, hogy mennyit fogyaszt akkor, amikor éppen nem 90-nel megyek, azt inkább fedje baladai homály. Aztán még van itt egy kis box, amit fel lehet hitni. Itt van kettő pohártartó, amelyik lehet hűtött, vagy fűtött. Itt hallani, hogy be is indult a kis ventilátora, amelyeket hűtésre állítottam, és a klímának a hidegét ide vezeti. Itt pedig a telefontöltő, a vezeték nélkül telefontöltőnek a helye. Ezzel csak egy probléma van, hogy annyira be van ide dugva egy ilyen kis lyukba, hogyha az Apple CarPlay megy, vagy éppen az Android autó, és használjuk a GPS-t, és ő közben elkezdi tölteni a telefont, olyan szinten forrósodik fel a készülék, hogy nekem többször kiírta a telefon, hogy túlmelegedés. És olyankor leállította a töltést, és ez lehet, hogy nem pont a legjobb hely. Vagy lehetne ezt is, vagy ide is lehetett volna rakni egy ilyen hűtést, ami a klímának a levegőjét ide vezeti egy kicsit. Az ajtóban egyébként simán elfér egy másfél literes vizes palack, minden erőködés nélkül. Ugye nem hiába ilyen böszben a jószág, a BMW X-em, ez leginkább az amerikai, a kínai és a távol-keleti piacra szánják, nem éppen európai méretekkel rendelkezik. A parkolni belvárosban az borzalom, mert a szűk helyekre beállni ezzel az autóval szinte lehetetlen, rövid helyekre is, majd a tesztben lesznek fotók, ami látszik, hogy mennyire kilóg egy átlagos parkolóból a Verda. Van benne ugye parkolósegéd, ami azonnal működésbe lép, de meg is tudom mutatni, ahogy el szeretnénk, akkor is, hogyha elindulunk, vagy ha tolatunk, vagy be szeretnénk állni a parkolóhelyre. Már is beindítom. Na igen, amikor beindítjuk, akkor így a kormányt ide előre beállított pozícióba behúzza. És ha mondjuk rakok egy rükverszet, akkor már tolatás segéd indítása, és akkor ő nem csak a beállásnál tud segíteni, hanem azba is tud segíteni, hogy kiparkol az autóval. Amelyik irányba indexelünk, ő arra fogja a hátulját kitolni, ami kiállásnál nagyon hasznos lehet, hogyha valakinek az gondot okoz, hogy kell jönni parkolóba, viszont a parkolóba való beparkolás, ami igazi nagy segítség lehetne, de az meg annyira lassan működik, hogy egyszerűen egy zsúfolt belvárosban, ahol autók érik egymást, nincs idő arra, hogy te ezzel bénáz, mert annyira fogsz stresszelni közben, hogy ledudálnak, türelmetlen a többi autós, hogy vagy ott fogod hagyni a picsába azt a helyet, ahol be akartál állni, vagy kikapcsolod az egészet a francba, ezt az autót a parkolást, és beállsz magadtól. Gyorsabban meg lehet tenni. Ez biztos. És itt a kameraképet lehet látni hátulra. Mosó utca nézet. Mosó utca nézet. Mosó utca nézet! Mi van? Jó. 3D nézet. Azért mondjuk ez. Ez mondjuk rendben van. És itt mutatja, hogy a gesztusvezéréssel mit lenne csinálni, de fogalmam sincs.
mert a hang... Aha! Azt, ezt így megfogom. Hát... Oda néz. Nem is fogom, és mégis tudom mozgatni az autót. Jó, hát mondjuk... Oké. Okay. Rendben van. Köszönjük szépen. Kedves BMW, ez remek. Jól megcsináltátok. De inkább működne a GPS. Annak sokkal jobban örülnék, ugyanis... Mutatom. Szőlőskert. Azt mondja, hogy ott vagyok, bújjon. Nézzétek meg. Hát, Tiszabercel, Kótaj, Ibrány, stb. Nyíregyháza. És a valóság az, hogy rohadtul Debrecenben vagyok. Ez így, ez a hiba, ez így ma jelentkezett. Elindultam Tiszaújvárosba Debrecenből, akkor még semmi probléma nem volt, és visszafelé elindítottam a GPS-t, és fogalma nem volt, hogy hol vagyunk, egy mezőn voltam végig, folyamatos újratervezés, vagy folyamatos utca végén a felhajtónál forduljon jobbra vagy balra. Üzeneteket kaptam a hölgytől, aki felmondta a GPS szövegét, úgyhogy most jelenleg ez sem működik. És mivel a GPS nem működik, ezért például azt a nagyon menő funkciót sem tudom megmutatni nektek, ami ilyen Need for Speed-essé teszi az egész GPS rendszert, hogy amikor közeledünk egy kereszteződéshez, lehajtóhoz vagy körforgalomhoz, akkor ugye a GPS-nek a térkép az átvált egy ilyen az első, a felső kamera, az ablak tetejénél lévő kameranézetbe, és akkor virtuálisan ide rávetíti a nyilakat térben, hogy éppen nekünk merre kell kanyarodni, vagy melyik kihajtónál kell kimenni az körforgalomból. Erről csináltam fotót, hamarosan megjelenik a részletes teszt a vezessen, úgyhogy ezt ott meg tudjátok majd nézni. Egyébként, ha még érdekel titeket, akkor a motorteret meg tudom mutatni. Itt van egy kis karlantyú, amit kétszer meghúzunk. Így, és már ki is írt, hogy a motorháztető nyitva. Meg most már az ajtó is. Hát egyébként messziről így néz ki. Ezzel a szép nagy színnel. Undi. És akkor a motortér. Itt van a V8-as erőforrás. 4,4 literes. És emögött van ugye a váltó, 8 sebességes automata váltó, amiben bele van építve az elektromos motor, így az összteljesítménye a rendszernek 653 lóerő, de korán sem ez a legerősebb változat, mert ebből fog majd jönni egy erősebb, ami bőven 700 lóerő felett lesz, és az lesz a legerősebb utcai BMW-n valaha gyártottak. Egyébként ez az M Motorsport készítette teljes mértékben. Ez a második autójuk, amit ők csináltak. Ugye az első az a BMW M1 volt, amit 1978-79, azt hiszem, akkor készítettek. És elvileg visszaköszön több dizájnelem is, abból a legendás M1-esből. Itt a hátsó ablakoknál, ahogy azon az autón is volt, itt vannak bele gravírozva a BMW emblé. Hát itt már nem látszik, de ugye ott van a BMW emblé, a bele van gravírozva az ablakba. Na. Jó, ha tetszett ez a videó, akkor mindenképpen osszátok meg, dobjatok lájkot, kövessetek minket Facebookon, Instán, YouTube-on, TikTokon, de ami a legfontosabb, hogy olvassátok a vezest, és majd nagyon jó lesz nektek. Hamarosan olvashatjátok ott a BMW XM tesztet, amiben mindenféle részletről beszámolok nektek.